az apám nagyon okos ember volt, Matyasovszky Zsolnay Péter, aki rögtön tudta, hogy nem szabad Pécsett maradni, de nem ment elég messze szegényként. Vásárolt eladott dolgokat, és abból vásárolt Dinnyeberkiben egy parasztházat, amit Rögvest megnagyobbított, átépített, mert akkor már három gyerekük volt, amikor oda költöztek, és ugye oda születtem én negyediknek gyakorlatilag. Nem voltam egy éves, amikor apámat onnan vitték el, vitte el az ávó, és egy éves születésnapom után egy hónappal vitték el anyánkat is. Engem annyira kitelepített ez az egész történet, annyira kitelepített a családomból, hogy én soha nem integrálódtam vissza a családba. Én nem ültem az apám vagy az anyám ölébe, engem soha meg nem simogatott senki otthon, és én voltam a meg nem értett gyerek, mert az öregek úgy neveltek, hogy majd hazajön apád, meg anyád, meg a testvéred, milyen jó lesz neked. Hát nem volt olyan nagyon jó, nekem sokkal jobb volt avval az idős generációval, akiket megszoktam, és akik udvarias kedvességgel vettek körül. A rokonaim jó része külföldön volt, tehát itt csak a szűk Zsolnay család volt, senki más. Úgyhogy kifejezetten, és hát én gondolom, hogy nagyon jó bebörtönözni azokat az embereket, akiknek van valamiük, mert akkor azt minden lehet venni, és ki lehetett kiabálni, hogy noha ez volt az egyik legkomolyabb szociális intézmény Magyarországon, az egyik legnagyobb adófizető, ennek ellenére lehetett mocskolni. Egész rokonság rettegett attól, hogy én vagyok az, aki annyira fiatal vagyok, hogyha engem beraknak egy állami nevelőintézetbe, és más nevet kapok, attól kezdve én nem fogom tudni, hogy én ki vagyok. Én ugye nem árvaházban voltam, hanem a család nagyöregjei között, még élő nagyöregjei között. A nagymamámnak az egyik kedvenc mondása az volt, hogy Zsófika, én tudom, hogy téged most ez nem érdekel, de nagyon szépen kérlek, hogy jegyezd meg. Jegyezd meg, mert majd, ha egyszer olyan élethelyzetbe kerülsz, hogy szükséged van rá, azonnal eszedbe fog jutni. Fel fogja dobni a memória. A Zsolnay ugye olyan az én életemben, mint egy hatalmas esernyő, ami alól nem lehet kilátszani. Az összes Zsolnay közül általában elég felelősségteljes emberek, de én ráadásul pluszban örököltem egy felelősséget, mert az a Matyasovszky Zsolnay Margit, aki az én életemben azért mégiscsak meghatározó volt, mert 3 éves koromba kerültem a kezek közé, és 20 éves koromig nagyon sokat voltunk együtt, ő úgy érezte, hogy ő felelős azért, és már ő az egyetlen, aki felelős tud lenni azért, hogy valamit a Zsolnayból megmenteni. Nem a név, hanem az, hogy mit alkottak, mit birtokoltak, mit csináltak meg. Ugye mindenki mindig csak az egy szemgyárról beszél. Nem, hát 3 gyár volt. 2 családtulajdonú gyár és 1/3 működtetett gyár nem kevés ideig. Azt csinálta édesapám és édesanyám Kolozsváron. De nem csak gyár volt, hát rengeteg mindenük volt, és hát minden baj volt, amit csináltak. Túl sok Zsolnay kerámia a családban nincs, vagy ha van, az azért, mert visszavásároltunk egyes darabokat. De az igazság az, hogy gyerekkoromban az idősek el voltak képedve, hogy ennek a gyereknek mindent a kezébe lehet adni. 2 évesen, 4 évesen is semmit nem tör el. Semmit nem törtem el, soha életemben. 2 visszatérő játékom volt, amit nagyon szerettem. Az egyik az, hogy rózsa és tulipán szirmok tapintása, a belső oldal tapintása. Annál finomabban tapintható dolog csak a Zsolnay kerámiákon van. A művészet az nem felesleges dolog, az nagyon-nagyon komoly és nagyon fontos dolog. Talán néha túlértékelik a szerepét, de igazság szerint, tehát most amennyire én szerintem eléggé manipulatív világban élünk, a művészet szerepét is lehet manipulálni, de igazándiból azért a művészet az nagyon fontos. Rengeteg vigasztalást, örömöt tud nyújtani az embernek, jó társaság is, tehát hogy anélkül én biztos nem nagyon tudnék élni. Hogy van-e olyan ember, aki tud nélküle élni,
vagy csak nem tudja, hogy nem tud nélküle élni, ezek így különböző fázisai ennek a kérdésnek, de nekem nagyon fontos. Sokszor megfontoltam, hogy elmennék. És nem mentem el, mert azt a milliót, amiben én itt Budapesten éltem, már Pécset is, ez a rengeteg művész és író és mit tudom én, barátok, ezt egyszerűen nem volt egyszerű itt hagyni. Tehát mindig a fontolásnak az lett a vége, hogy nem, ezt én nem hagyom itt. És a másik, amit nem akartam itt hagyni a szüleimen kívül, akik ugye hát én még a legkisebb már öregek voltak, az pedig a nyelv, a magyar nyelv, amit én imádok, és mindig is imádtam. Azt elképzelni, hogy ugyan tudok németül meg angolul, de azt elképzelni, hogy én nekem németül vagy angolul kellene, hogy mondjam, szenvedni azon, hogy olyan színvonalon tudjak fogalmazni, mint magyarul, hát ez ettől mindig meghátráltam. Nem vagyok abban a klasszikus értelemben vallásos. De azt hiszem, hogy valamilyen szinten valami fajta felsőbb hatalom a tenyerén hord. Elég jól tudja az embert vezetni ez a tudat, hogy nincs egyedül a bajaival, és a másik az, hogy nekem van feladatom. Tehát én nekem nagyon sok feladatom van. Egy szót nem beszéltem arról, hogy fogyatékos felnőtteknek a művészet terápiájával foglalkozom már 20 éve, tehát hogy annyiféle szakmát csináltam végig. És én ahová kerülök, ott megpróbálok örömmel és jól dolgozni, vagy jól tevékenykedni.